Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát és mit fog tenni? Először is megnézzük azt, hogy mi az ő gondolata, mit tervez, az itt látható. A kelyhek jelentik az ő érzelmeit. De ezen a képen érezhető, hogy van egy húzavona, nem tudja, hogy mit tegyen, vannak fájdalmas emlékek a múltból, mert ez a kép itt szimbolizálja a könnyek mezejét. De ő lezárja a múltat, és lesz egy kiút, lesz egy megoldás, és pontosan ezt tervezi. Hiszen a kezébe veszi ezt a botot, és cselekedni fog. A botok jelentik a tűz elemét, tehát megvan ahhoz a bátorsága, sőt, még a lelkesedése is, hogy lezárja a múltat, legyen egy új kezdet. Itt a kos jegyének a szimbóluma szintén erre utal, egy új irány, egy új kezdet. És a nap szimbóluma jelenti azt, hogy a nap megvilágítja ezt az élet területet, ezt az utat. Tehát talál egy megoldást. Lezárja a múltat, lezárja a fájdalmas emlékeket, vagy bizonyos kapcsolatokat, ami megbántotta őt, és tervez egy új kezdetet. És most bepillantunk az ő érzelmi világába. Érdekes, hogy itt is a kelyhek és a botok jelennek meg, ugyanúgy, mint a gondolataiban. Itt látható a múlt, a jelen és a jövő. Ami a múltat illeti, itt a kelyhek össze vannak törve. Itt vannak a könnyek, ugyanúgy, mint ahogy itt is látható a könnyek mezeje. Egy pillanatra ő befele fordul, és elgondolkozik azon, hogyan tovább. Tervez egy új irányt, cselekedni fog, és a háta mögött megjelenik ez a két kehely, és ez még itt minden rendben van. Itt a kezébe veszi újra ezt a botot, meg lesz a bátorsága ahhoz, hogy beszéljen a tervekről, érzelmekről, és tervez veled egy új irányt. Mit fog tenni? Itt mindkét kártyán látható a mérleg jegyének a szimbóluma, ami jelenti a belső egyensúlyt, jelenti az igazságot, a párkapcsolatot. Akkor is, ha te még kicsit bizonytalan vagy, hogy milyen döntések lesznek, vagy részedről, vagy az ő részéről, emiatt még fogva érzed magadat, holott megvannak a lehetőségek arra, hogy kilépj ebből a szűkös helyzetből. Sőt, itt látható Jupiter bolygó szimbóluma, ami szerencsét hoz. Itt a botoknál látható, hogy mennyire szűkös ez a helyzet, és itt a kartok jelentik a döntéseket, a kommunikációt, úgyhogy te is le fogod zárni ezt a szituációt. És mi fűz össze benneteket? Az itt középen látható a 10-es szám jelent egy új periódust, egy új kezdetet, és a kelyhek utalnak az érzelmekre. Nálad is megvannak az érzelmek, de nála is. És itt látható a vidámság, tehát lesz egy új irány, kiléptek egy bizonyos helyzetből, ami téged fogva tart, ő pedig lezárja a múltat, és akkor itt lesz egy boldog, szerelmi párkapcsolat.
És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!